Amikor az ember dolgozik a kezével, akkor a agya meg a lelke az szabad. Volt egy gyülekezeti testvérnő, aki minden héten azt mondta nekem, hogy kedves édesanya, itt van anyakör. Szeretettel várjuk. És engem 2 éven keresztül hívogatott, és akkor a 2. évben eljöttem, és aztán itt maradtam. Nagyon jó rajztanárom volt az általános iskolában, és ő azt mondta, hogy a kerámia az valami gyönyörű, de nekem ennyi elég volt. Kaptam egy ilyen népi iparművész címet is, én nyugat-dunántúli fazekassággal foglalkoztam, és aztán 2 évet dolgoztam segédrestaurátorként a Szentendrés Konzembe. 30 évig ültem a kerámia műhelybe egyedül, és csináltam a tárgyaimat, és még azt is mondtam régebben, hogy olyan közel soha nem éreztem magam Istenhez, mint amikor ott dolgoztam. Ezt nagyon fontosnak éreztem, hogy átadjam a gyerekeknek. Az volt a tervem, hogy olyan fiatal, nem fiatal asszonyokat, akár férfiakat és gyerekeket is behívjak, hogy ne csak megvegyük a tárgyakat, hanem készítsék el ők maguk, ha csak egyet. Rengetegféle technikát felírtam, amikor indítottam ezt a kört. Ebbe van hímzés, vonás, szövés, horgolás, kötés, csuhé, szalma. Szeretnék velük agyagozni. Az fontos, hogy az embernek legyen egy saját maga által készített tárgya, és ha nem feltétlenül én használom, hanem továbbadom a családba, vagy barátokat azzal ajándékozok meg, akkor az egész más, mint hogyha akárhol veszek egy bármilyen drága tárgyat. Elkezdünk egy technikát megtanulni. Vagy én mutatom meg, vagy másik vállalkozó. Asszonytestvér, aki esetleg jobban is tudja, mint én. Beszélgetünk egymásról, jobban megismerjük egymást. Én itt tudtam meg az egyik asszonytestvérről, akit már régóta ismerek, hogy ő Erdélynek egy nagyon archaikus részéből származik, és mindenféléket mesélt, hogy miket csináltak ott. Kolozsváron éltünk, ott születtek a gyerekek. Nagyon örülök, hogy ebbe a közösségbe kerültem. Itt kaptam új életet, élő hitet, amit mindig elmondok, mert mindig hittem Istenben, új életet itt kaptam a Fasorba, és látom a különbséget, hogy mi az a vallásos élet, meg mi az élő hit. Van egy régi ismerős lány, aki megtanult szőni, ő például a horgolós alkalmakon is csak sző. Meg egy 8 éves kicsi lány is elkívánta a szövést. Itt egy ilyen tengerpart, és itt van a tó, itt pedig van az a zöld ilyen hegy, itt a naplemente, itt van felette a felhő, és itt pedig hideg van ott felette, és azért itt ezek hópelyhek akarnak lenni. Nyitva az út, hogy tovább fejlődhetnek, tehát kereshetik a módját. De az a lényeg, hogy kedvet kapjanak hozzá, és megszeressék. Akár a számítógépes világ, akár a tévé az embereket nagyon elhúzzák attól, hogy a kezüket használják másra is. Van, aki azt mondja, hogy gyerekkorában horgolt utoljára. De hogy ezt felfedezte, és tud vele készíteni valamit, saját örömére, a saját csendességére, vagy a másnak az örömére, az nekem is öröm. Én mindig ezt csinálom. Mondd, ilyen melegszínek vannak, amiket mondtál, hogy nagyon szereted. Az a pohár, az a papának a pohara. És hogy olyan több nincs. És hogy mindenkinek megvan a saját tárgya, és hogy abból csak egy van. Meg lehet venni 101 forma tányér, de az csak egy tányér. De amelyiknek így lelke van, mert tudom, hogy valaki csinálta, az egész más. Hála Istennek a gyerekeim azok ezt már élik, érzékelik, hogy erre van szükség. Van egy kezdőmondatunk, ami úgy szól, hogy legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata, és kezünk munkáját tedd állandóvá. Most ez a maradandóvá, de többféle fordítás van. És én ezt soha nem úgy gondolom, hogy
amit mi megcsinálunk, az feltétlenül maradandó, hanem a munkánk, a kezünk az, hogy dolgozunk vele. És hát imádkozni szoktunk a végén, mindig hálát adunk érte. Vettem egy piros betűs bibliát egyszer, mert akkoriban rosszabbul láttam, és abban nagyobb betűk voltak, és ott Jézus szavai pirossal voltak. És akkor mondtam, hogy ezeket a piros szövegeket kéne olvasgatni, mert szólj, ha abba találsz valamit, ami nem igaz. Nagyon szeretett nagyapám, úgy elvesztette az életkedvét, és kezdett elmenőben lenni. Akkor elővettem a Bibliát, és olvastam minden nap, és imádkoztam érte. És akkor hát ő el is ment. 2 év múlva az édesapám, akihez mérhetetlenül közel álltam, meg ő is hozzám, ő 3 hónap alatt elment, és olyan hihetetlen nyugalmat kaptam, pedig nagyon-nagyon nehezemre esett ez a dolog, úgy rám ömlött az Isten szeretete, hogy én soha többet nem vagyok egyedül. Akkor se az, akibe addig a legjobban bíztam, elmegy. Hát azóta se tudok még a gyerekeimnek se, akik ugyan Istennel járnak, mást mondani, mint hogy nincs más közben járó, mint Jézus Krisztus. Akkor volt a legutóbbi születésnapom, akkor a fiam, a 30 éves, kitalálta egy riportot készít vele. És ilyeneket kérdezett, hogy mitől olyan biztos a te hited mindig? Mert hogy én úgy látom, hogy az övé is az, de azt mondja, hogy körülötte mindenki inog jobbra-balra, meg kételkednek, és hogy mitől olyan biztos az én hitem. Honnan a csodából lettem volna ilyen fazekas? Hát senki nem volt könnyű, városi környezet az nem olyan. Tehát amiket úgy kaptam, azok mind ilyen felülről jövő ajándékok. És amikor volt betegségem, akkor se féltem, pedig nem volt jó. Amikor például megoperáltak, akkor az úgy mentem be, vagy toltak be a műtőbe, hogy hát Istenem, ez az élet nem az enyém, meg a férjem se az enyém, meg a gyerekeim se az enyémek, de te tudod, ha még van dolgom, akkor hadd jöjjek.